Van szerencsém bejelenteni, hogy megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja, melynek vezetőjévé, frakcióvezetővé a Mi Hazánk mozgalom elnökét, listavezetőjét, Torockai Lászlót választott. Nekem pedig van szerencsém hozzátenni, hogy két frakcióvezető helyettest is megválasztottunk a mai nap folyamán a frakció alakuló ülésén. Itt áll mellettem az egyik frakcióvezető helyettes, Novák Előd, illetve a másik frakcióvezető helyettes, dr. Apáti István. Mindketten komoly tapasztalatokat szereztek már korábban a parlamenti munkát illetően, tehát nyilvánvalóan nagy segítségére lesznek majd a frakciónak, és azt is fontosnak tartjuk elmondani, hogy mi abban a bohózatban és abban a hisztérikus politizálásban nem szeretnénk részt venni, amit például a Momentum és úgy az egész baloldali, balliberális összefogás tanúsít most már nagyon régóta, hiszen azt gondoljuk, hogy megvannak a demokráciának a játékszabályai, és éppen a Mi Hazánk mozgalom volt az az egyetlen politikai erő, amely gyakorlatilag minden jogorvoslati lehetőséget kimerítve ellenőrizte a választások tisztaságát, sőt, mi még elmentünk Erdélybe is, Marosvásárhelyre, ahol feljelentést tettünk az ottani választást érintő anomália miatt, tehát minket nem vádolhat senki azzal, hogy mi a választási csalásokat nem próbáltuk feltárni. Eközben a baloldal ilyen jellegű munkát nem végzett, nem nézte meg a jegyzőkönyveket, mi végignéztük a jegyzőkönyveket, minden lehetőséget megvizsgáltunk, ami bármilyen csalásra lehetőséget adott volna. Ők ezt nem tették meg, hanem most utólag egy cirkuszt mutatnak be itt az elmúlt napok során, akár a hétfői, vagy akár a mai napi tárgyalásról gyakorlatilag kivonultak, egy politikai adok-kapokról szólt a Fidesz és a balliberális oldal között az a tárgyalás, amelynek nem a színfalak mögött kellene zajlania, mint hogy jelenleg természetesen a baloldal, és ezt el is mondták, amikor ma kivonultak, hogy a javaslataikat a bizottsági helyekkel kapcsolatban majd elküldik a Fidesznek. Mi ezzel szemben azt gondoljuk, hogy a nyilvánosság előtt kell ezeket a tárgyalásokat lefolytatni, éppen ezért mi abban voltunk érdekeltek, hogy elmondtuk ma is nagy nyilvánosság előtt, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, mivel három lista jutott be a parlamentbe, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy például az egyik országgyűlési alelnöki pozícióhoz ragaszkodunk, meg is neveztük egyébként a jelöltünket Dúró Dóra személyében, és mi a nemzet templomaként tekintünk az ország házára, tehát azokat a kemény vitákat, politikai vitákat, amelyeket le kell folytatni, azokat ott az ország házban kell megtenni, nem pedig az utcáról kiabálni. Így döntött sok százezer, több millió magyar ember, hogy így nézzen ki az országgyűlés, három lista jutott be az országgyűlésbe, ennek szellemében kezdtük el a munkánkat, mindenféle hisztéria helyett mi tehát dolgozunk.